Egy falat kenyér, és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Egy falat kenyére csipetnyi szó, ez a műsorunk címe. Köszöntöm a kedves nézőt és mai vendégemet is, Sárközi Anitát. Szevasz, Anita! Szép jó napot, köszönöm a meghívást! Mikor mondták ki teljes mértékben ilyen hosszan a nevedet? Hát te vagy az Anita. Hú, mostanában már szokták. Na. Mostanában már szokták, hogy Anita, de azt gondolom, hogy jó ez így, tehát hogy amíg az ember kezdőénekesnő, addig lehet anitázni, aztán talán már egy kicsit ragaszkodom én is ahhoz, hogy Sárközi Anita, de egyébként az Anita abszolút. Tehát, hogy a, de miért az... ragaszkodsz most a Sárközi Anitához, és miért nem ragaszkodtál mondjuk 1987-ben, amikor mert elkezdted? Mert akkor még az Anita név az egyébként is akkor még nem volt ennyire elterjedt, és hogy Anita az abszolút be tudták azonosítani. Most elég sok Anita van már egyébként. Nem csak a mi pályánk, vagy a mi hivatásunk, hanem általában. És akkor így jó, hogyha tudják, hogy ez a Sárközi Anita. Egyébként egyszer ebből volt egy nagyon-nagyon kínos kis közjáték egy szakmabelivel, aki elkezdett menedzselni egy fiatal énekes csajcit, gitározott, és megjelent úgy, hogy Anita. És én nem is tudtam volna meg, csak a barátnőm elment, hogy de jó, akkor most megnézem, meglepem, ott leszek, és lát, hogy egy csajci ott énekel és gitározik, és ez nem az az Anita. És akkor innen egy picit utána ástam ennek a dolognak, és igazából nem is kell levédetni, tehát, hogy én, mint Anita, abszolút használhatom így, hogy Anita, mert én voltam az első. És mindig azt használhatja, aki a legelső. De hál' Istennek ismernek így is, és úgy is. Hát az első Anita dal, ugye 1987 a Moziklip című filmben volt, az volt, ami elindított téged a pályán annak idején. Mennyire emlékszel vissza, vagy szívesen emlékszel-e vissza ezekre a kezdeti évekre? Aztán a következő évben ugye Interpop Fesztivál nagy díjat nyertél, az nagyon-nagyon szerettem, az csodálatos időszak volt. Én akkor már az OSK stúdióban jártam az Olga és Sikolga nénihez, és lehetőséget kaptam arra, hogy az akkori Petőfi csarnok diszkójában, ahol igen, ott is, ott találkoztunk legelőször, volt ez a Csillagfény diszkó, az volt a videodiszkó, tehát ott az nagyon nagy dolog volt akkoriban, és lehetőséget kaptam arra, hogy énekeljek. Aretha Franklint énekeltem, Diana Ross-t, akkor még nem volt Whitney Houston, ez egy picit később volt, de ezektől a fantasztikus szólénekesnőktől énekeltem dalokat, és úgy hozta az élet, hogy hallott a V-motorok zenekar, és most hallott az Easy Labor együttes is. Tehát én a kettőjük között voltam, mint egy fiatal énekesnő, és tulajdonképpen a Moziklip az akkor dőlt el, hogy na, kellene még valaki, bemutattak a Timár Péternek, a Rózsiék, a Ler István és a Demián Ferenc, és akkor azt sose fogom elfelejteni, hogy ott nekem ott casting, tehát hogy casting volt. Abszolút castingoltak, ott nekem vagy fél órát kellett énekelnem. De elénekelted a fejüket, gondolom. Mindent el kellett énekelnem, amit tudtam, és akkor rábólintott a Péter, hogy jó. Jó, és akkor most mi van? És elkészült ez a fantasztikus dal, életem első saját szólódala, amit nekem kellett kvázi megalkotni, és hogy derüljön ki, hogy ez az Anita akkor milyen, és ez egy csodálatos élmény volt. Hát az rögtön elrepített az Interpop Fesztiválra. Igen, ez egy csodálatos dolog volt. Siófokra. És akkor én tudom, hogy amikor bemutatták a Moziklip című filmet, akkor álltam a színpad szélon, oda tettek egy mikrofon, és ott is el kellett énekelnem élőbe ezt a dal, tehát hogy mindenhova mentem, elénekeltem, akkor megnéztük a filmet, és ami a legfantasztikusabb dolog volt számomra, egyrészt az, hogy ilyen fantasztikus zenészekkel, tehát a legelső dal, V-motorok zenekar, Ler István, Demián Ferenc, tehát hogy egy olyan csapat volt, akikre oda kellett figyelni már rájuk is, na, és emiatt én is kaptam figyelmet,
De hogy utána odajött a katona Klári, aki gratulált nekem, és az mindennél többet ért, mert nekem Magyarországon ő az, akit mindig csodáltam, és ő az, akire felnézett. Hát nagy kár, hogy elhagyta a színpadot, nagy kár. Igen, és én tavasszal voltam egy beszélgetésen, egy talkshow-n, ahova eljött sok idő után, uh-huh. és ő ki is jelentette, hogy többet nem akar, amit nagyon-nagyon sajnálok. De volt indok, ami miatt nem akart, vagy nem, pedig nem csak egyszerűen? Nem tudom, megírta a könyvet, ami bestsellereknek nagyon tetszik mindenkinek, de előtte ő már sok-sok éve csöndbe volt, tehát nem csinált semmit, és határozottan kijelentette, hogy nem. És ezt baromira sajnálom egyébként. Hát többen voltak vele ilyen kis hát, vagy egyszer hát, hogyha nagy példaképpel... Tudsz egy duettet énekelni például. Igen, igen, de nem mondom azt, hogy nem. Ezt de, soha nem mondta, hogy soha. De nagy esély van arra, hogy ez nem fog összejönni. És hát nyilván ez vitt tovább ugye az Interpop Fesztiválra, az meg az Easy Labor együttessel, és hát ez meg olyan volt ez az egy hét, azt nem is tudom. Nem is, én semmire nem emlékszem. Az égvilágon semmire abból az egy hétből. Nem. Én olyan euforikus állapotban voltam, én csak arra az egy dalra és arra 4 percre koncentráltam, uh-huh. hogy mindent, nem tudom, hogy mi történt. Én tudom, a Demeter Gyuriékra emlékszem, mert velük nagyon sokat hülyeskedtünk, a rózsaszínbombázókra, de egyébként, tehát hogy semmi. Reggel elmentünk próbára, akkor végigültünk, mindenkit megnéztük, ott jópofiztunk, este vacsora, lefekvés, akkor nekem volt már a popkorong, akkor volt egy forgatási napunk lenne Balatonnál, a 2 versenynap között, akkor baromira elfáradtam, kidőltem, másnap kezdődött minden erőről, és igazából képzeld el, hogy még a díjátadóra, tehát hogy annyira magamon kívül voltam, ha lehet ezt mondani, hogy arra se csak tudom, hogy mikor kimondták, hogy a nagy díjat az Anita, és a Maradj meg nekem. És akkor így, hoppá, ott voltak a szüleim, a húgom, a családom, és szerintem mindenki sokkot kapott abban a percben. Beled az élet. Igen, mert anyu, alapvetően anyu az régóta, tehát előtte is figyelte már, mert azért én jártam mindenféle magániskolákba, ének, magánsulikba, és ott voltak évvégén ilyen nagy bemutatók, és mindig mondtam neki, hogy üljél innen, menj, ne lássalak. Nem lesz jó. És tudom, hogy állatira féltett ettől a dologtól, ugyanakkor mindent megadott, hogy ezt tudjam csinálni, és hát szerintem ott sokkot kapott az egész család. Mennyire tudtad kezelni a hirtelen öletbe hullott népszerűséget? Én akkor nagyon kívülről jöttem, azt azért uh-huh. el kell mondani, tehát nem voltam sok mindennel tisztában, és talán az volt a szerencsém, hogy ugye ott volt akkor már a Hungaroton, aki 3 éves szerződést aláírtam nekik, tehát az a része az nagyjából megvolt. Annyit tudtam, hogy mi az, amit szeretnék énekelni, és mi az, amit nem. Tehát, hogy akkor már ugye volt a Whitney Houston, megvannak a nagy elődök, talán a hangom is egy kicsit arra predesztinált, hogy inkább ezeket a nagyívű, tartott hangos dalokat énekeljem, és mindenféleképpen ezt szerettem volna. És ott voltak az Easy Labor tagjai, akik ugye a zenei részét velük meg tudtam oldani. Nem mindig egyezett a véleményünk, egy kicsit másfajta dologban utaztak ők, de abszolút tudták, hogy én mit szeretnék, és abból kijött az első lemez. Úgyhogy ebből a szempontból szerencsém volt, a többit meg útközben tanultam meg. Uh-huh. Ha mondjuk azt, hogy a kommunikációt, az emberekkel való kapcsolat, hogy kell tárgyalni. Tehát, hogy lemezgyárra, hogy igen, kell tárgyalni. Ezeket nekem, ezek. TV-re, hogy kell tárgyalni. Akkor ugye mondjuk nem volt menedzser, aki felhívta, összeveszett, elküldi őket, igen. vagy éppen gazulál. Így van. Az ügy érdekében, hanem az előadó így volt van. Az, aki menedzser önmagát. Producerként ott voltak az Istvánék, a Janicsák Istvánként, de az, hogy menedzser, aki megmondja, figyelj, most elmegyünk egy
beszélgetésre a rádióba, és akkor próbáld meg összeszedni, hogy erről beszélj konkrétan, meg tehát, hogy ilyen nem volt. Ezt meg kellett tanulnom. Igen, hát azt hiszem, ez egy annak idején az előadóknak ez egy nagyon érdekes produkció volt, és nem véletlen, hogy az akkori előadók mai napig is sokkal, de sokkal jobban tudják saját magukat menedzselni, mert megtanulták. És sokkal jobbak, azt, hogy igen, jobbak, mint azok a menedzserek, akiknek már hivatalosan ez a foglalkozásuk. És van még egy dolog, ami valószínű, hogy egy kicsit az én személyiségemből is fakad. Tehát én a pályám elején állatira tudtam, hogy mit akarok. Tehát mondjuk a mai napig is, de most már tiszta, de akkoriban tudtam, hogy mi az. Nagyon nehezen lehetett kimozdítani. Én nagyon sokszor mondtam olyan produkciókra, vagy olyan dalokra nemet, amit azt gondoltam, hogy én ezt nem fogom tudni tiszta szívvel, meg úgy elénekelni, ahhoz esetleg szeretnék. Bárod azóta, hogy így döntöttél bizonyos helyzetekben? Nem. Valószínű, hogy sokan pontosan tudják, hogy mi az, amivel megkereshetnek, és mi az, amivel nem. És egy idő után ez így le is ment szépen, hogy tényleg csak azok a produkciók, meg csak azok a zeneszerzők, szövegírók találtak meg, akikkel én is szívesen együtt dolgozom, és ez a mai napig így van. Milyen volt popkorongot vezetni a Magyar Televízióban? Ne is mondd. Akkoriban nem néztétek, hogy Jézusom, mit keres ez a lányot? Mert én, ahogy most visszanézem magam, tehát az borzasztó volt. Nem volt az borzasztó, egyáltalán nem volt borzasztó, az a kornak egy látványa volt. Meg az is egy új dolog volt, hogy énekesnő, engem annak idején nagyon sokan le is szóltak amiért, ma már ez teljesen természetes, hogy egy művész énekesnő vezet. Akkoriban engem leszóltak, hogy énekesnőként miért csinálsz te ilyeneket? Ma pedig ez a legtermészetesebb dolog. Igen. Mindenféle, hogy is mondjam, nagyobb tehetség nélkül elénekeltem valamit, és akkor már rögtön tévés, meg rádiós vagyok. És akkor már rögtön ott ülök és beszélgetek, persze. Tehát, hogy akkoriban ez is egy újdonság volt, amit így visszanézve, tehát hogy borzasztó volt. Hát én énekeltem, amikor beszéltem, én akkor is énekeltem. Most hallgassátok meg a követ. És ezt mindig nézem, és mondom, én, jaj. Nekem megvan az az adás, ahol a rappendról vezette a popkorongot, mert az én poptarizsa lemezemen volt rajta, és hát mi rappeltünk ott néhány haverommal. Úgyhogy az jó pofa volt. Nekem ez az adás, amely nekem ez az emlékem a popkoromban. Igen, nagyon szerettem, és a Boros Lajosék, ő volt a főszerkesztője. Mindig kitaláltak valamit. Hol a búzamezőbe ácsorogtunk egész nap. Már azt hittem, hogy megsülök. Vagy egy ilyen napraforgó nyár, tehát hogy vagy föltettek egy, sose fogom elfelejteni, föltettek egy platóra, egy teherautó platóra, középre tettek egy sziget, nem is volt leszöget, és akkor ott ültem, és nehogy véletlenül leesek, és mentünk Budapest utcáin, amíg föl nem vettük az adást. Szép lehetett. Úgyhogy nem volt izgalom nélküli, nagyon szerettem csinálni. Azt hiszem három vagy négy évig. De neked van egyéb televíziós múltad is tulajdonképpen, egy nem létező, ma már nem létező tévécsatornának voltak szerkesztője, műsorvezetője. Igen, abban sok mindent csináltam. Melyik volt ez? Először az A3 TV. A3 TV, ott 6 zenészt szedett össze az akkori főszerkesztő, meg a stáb, akik elindították, és egyedüli lány voltam. De pont azért, mert hogy a popkorong valakinek eszébe jutott, hogy én azt vezettem, és akkor próbáljuk meg az Anitát. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a fajta kommunikáció, amit én ott megtanultam, akár azzal, hogy mi voltunk az elsők, aztán utána volt a másik zenecsatorna is, de hogy a nézőkkel kommunikálni, tehát esténként voltak ilyen egyórás beszélgetések, feldobtunk egy témát, és betelefonálhattak. Szóval én attól nagyon-nagyon sokat kaptam, ott kezdtem el igazán jól beszélni. Vagyis nem énekeltél, hanem beszéltél. Egyrészt nem énekeltem.
hogy a következő dal. Másrészt egyszer csak előjött az a tudatosság a mondani valóban, amikor kénytelenek voltunk, mert hogy órás beszélgetéseket kell, kifejezetten zenei csatorna volt, meghívtunk előadókat, zenekarokat, és tematikusan ott bizony fel kellett készülni, és ott tanultam meg a csínyát-bínyát végül is. A szakmának. Igen. Mármint a műsorvezetői szakmának. Igen. Hát meg egy kicsit a zenei szerkesztésnek is. Uh-huh, itt beszéltünk adás előtt a zenei szerkesztésre, hogy nem mindegy, hogy reggeli műsor, délutáni, esti, vagy éjszakai. Ez az egyik része, másrészt a témából adódóan milyen dalokat lehet esetleg egy televíziós műsorba betenni, mert ugye ott klippekről van szó, tehát nagyon izgalmas volt. Hát a zenei szerkesztés az tényleg borzasztóan izgalmas, nagyon sokan nem értenek hozzá, mert nagyon sokan azt hiszik, amit én szeretek, azt szeretni fogják a többiek is. Pedig, hogyha én a poptarisznyákat úgy csinálnám, amiket én szeretek, akkor rengeteg King Crimson lenne benne, meg Emerson, Lake & Palmer, meg Yes, meg ilyenek. Igen. De hát ezeket mindig otthon kell meghallgatni, az ember egyáltalán van kedve, meg ideje hallgatni, én mindig ezeket szoktam előszedni, és akkor ezek szólnak. És akkor meghallgatod persze őket. Abszolút. Neked, meg minden zenei szerkesztőnek, minden rádiónak az a legfontosabb, vagy az kellene a legfontosabb céljának lenni, hogy az embereket szórakoztatom. És hogy így van, hogy az embereket szólhatok kilépni a saját egódból, vagy persze, nem is tudom miből, és hogy hú, az a, de betesszük azt, mert én speciál ezt a stílust nem szeretem, de biztos van, aki szereti, és ezért fog oda kapcsolni, ezt fogja meghallgatni, ezért fog tovább ott maradni ennél a rádióadón, vagy tévéadónál jelen esetben. Tehát, hogy ez nagyon izgalmas volt. Igen, amikor olyan lázadó típus voltam még a poptarisznyák kezdetén, akkor is már tudtam, hogy mit kell játsz, az a Komjátitól megtanultam. Mm. Tehát gyakorlatilag ne hát, az a foglalkozó, hogy te mit szeretsz, az 20-adrangú. Igen. Mit szeret a hallgató? Ott viszont igen, többször előfordult, hogy lehalkítottam a stúdióban, annyira utáltam. Nem szeretted. Annyira utáltam, hogy lehalkítottam. Jó. Nekem egy-két ilyen heavy metal zene, vagy ilyen thrash metal, mert hogy azt teljesen... Azt nem szeretted. Igen, tehát egy kicsit távol állt tőlem a thrash metal, de hogy olyan volt esetleg a téma, vagy éjszakai, vagy esti sávban volt, és akkor, vagy egy rockzenész volt a vendégünk, és akkor bizony, tehát hogy azt kellett kis... Kell, hát persze. Abszolút, így szóval van. Ez is egy szakma, mint annyi minden, mint az igen, énekesi szakma is egy szakma, a műsorvezetői, szerkesztői, ezek mind különböző szakmák, csak van, aki összemossa az egészet, és igen, az is, hogy mindenhez értek, hát ez sajnos nem így van. Meg tényleg az szerintem talán a mai rádióadóknál, hogy ez jó, ez most trendi, és akkor ezeket betesszük, a többi pedig nem. Pedig hát egy trendi dalt, az minden rádióadón nagyjából el lehet érni egy órán belül legalább egyszer. Úgyhogy... Azt felejtik el, hogy a trendi, aztán majd lesz nem trendi. Hát persze. Hát zenék vannak, jó és rossz zenék, de hát ezzel nem nagyon foglalkoznak, csak a trendekkel, igen, a trendikkel, mert azt hallottam, meg az mert van ott az mondták nekem, hogy ez milyen jó, és mi akkor tegyük be. Igen, hát így nem nagyon lehet, nem nagyon működik, és egy idő után kilóg a lólába hallgatva, ez rögtön észrevesz, hogy itt valami nem stimmel. De én most eszembe jutott valami, tudom, hogy nem erről van szó, de hogy ugye a retro rádióban te most csinálod a poptarisznyát, és az akkor most megint van egy lehetőség arra, hogy kielégítsd a legnagyobb igényeket. Tehát hát ez megint egy jó dolog. Én nyertem még két évtizedet, mert 50-es évektől egész 2000-ig azt játszom, ami ez úri kedvem. Én láttam az engedi egy üteményedet, szóval fantasztikus. Szóval abból lehet itt válogatni. Ez egy szobányi. Hát meg tudom oldani azt, hogy ne ismételjek egy hónapon belül semmit sem. És még mégis jól lenne. Hát nézd, vannak a népszerű előadók, azokat időnként elő persze, kell venni. Nyilván, de van rengeteg, és a poptarisznyában is rengeteg volt, amiket elő lehet kapni van, most. Így van. Úgyhogy ez egy jó játék. És még mondok valamit. Szombaton ugye egy rendezvényen voltunk, és te voltál előttem, és betetted az Ott Áll zenekart, aki a kedvencem volt a 80-as, és ott csináltam hátul, ott a zenekar, nem DLC, vagy nem is tudom, nem a Hands Up című, de... Igen. Hát, az átérdekes, a Patrick, ugye a zenekar, ő a zenekar, mindig egy ügyeletes lányal volt, és hát rettenetesen
és szerette a csajokat, hát gondolom a mai napig is, és mindig váltotta őket, mert ő volt mindig a főszeres, mindig egy új lányjal volt. És amikor volt itt Magyarországon, Debrecenbe mentünk le, ott volt egy fellépés, mondtam Petrinek, mondom a barátnőm, aki akkor még a barátnő volt, most már feleségem, mondom, lejönne velünk, csinálunk helyet a mikrobusz, és persze, persze, persze. Elkezdett csajozni vele? Nem, sokkal jobb volt a poén. A poén az volt, hogy, hogy nem jött végül is, mert volt valami más dolog, aha, és a Petrik azt mondja, hol van? Aha. Mondtam, hát tudod, kiderült, hogy a Boniemmet szereti. Jó! A Petrik ott kergetett a buszt mellett egy darabig, de aztán röhögött ő is, meg én is. Úgyhogy... Ezek, azt imádtam, sőt, hát nekem arról van egy élményem. Tínédzserkori nyári szerelem ottaván, tehát hogy ez a kettő összefogott. Igen. Általában a dalok mindig a szerelemhez, a jóhoz, igen, és időnként a rosszhoz, igen, is kapcsolódnak. Abban nagyon beletaláltál szombaton. Mivel telnek mostanság a napjaid, Anita? Egyrészt szép csendben, lassan, de készülnek új dalok. Most is készül egy fantasztikus dal. Tavaly, hát még évenként egyet, aztán majd a nagy lemez 10 év alatt. Nem kell elkapkodni. Minek. Jó, hát vannak ugye most már olyan felületek, hogy rögtön ki lehet tenni, tehát nem feltétlenül persze, kell. Megérik az ott a felületeket. Így van, így van. Úgyhogy tavaly volt a hajnali ébredés, és nagyon szeretik, hál' Istennek működik a dolog, gyorsan le is kopogom. És beszélgettem a zenei producceremmel, a Harmad Szabolcsa, hogy Szabikám, mondom, olyan jó lenne, most már vannak gyors dalok, tényleg, hogy egy kicsit visszatérni egy kicsit a középtempó, egy kicsit a, nem az, hogy nem a sírósra gondoltam, de hogy egy kicsit ilyen emocionálisabb, vagy nem az a nagyon táncolható, hanem ilyen, nem egy középten. És írt egy olyan dalt, hogy mondtam, hogy hát jó, ezt most akkor megcsinálom. Tehát, hogy általában nekem ezek szoktak működni, ha valami egyből tetszik. Miért félsz az a kicsikét erősebb, úgymond táncolható tempóktól? Nem félek egyáltalán, csak most már nagy, tehát hogy az elmúlt években ilyenek készültek. Tehát abból most már van hát egy repertoárom. Hát én javaslom, hogy egy-két ilyen tempósabbat is. Persze, mert persze. Az eljut minden korosztályon elsősorban. Egyetértek abszolút. Viszont mivel mi ott feltalálták a mixeket, úgyhogy, de ez se lassú, egyáltalán nem lassú. Úgyhogy most ott tartunk, hogy nagyjából a szerkezete megvan, most a hangnemet kell kitalálnunk, és utána jön majd a szövegírás. Úgyhogy ez most szeptember-október. Ez az egyik dolog. A másik meg, hogy néhány évvel ezelőtt megkért az egyik szinkron stúdió, hogy rengeteg munkájuk volt, és ugye nem állt távol tőlem a maga a stúdió. Igen. Tehát, hogy a stúdiók világa, és hogy üljek be, hogy tetszene a dolog, hogy kapnék egy sorozatot, de hát meg kell tanulni, ez nem úgy van, hogy beülök, és már rengeteg minden van. És akkor beültem egy szinkronrendező mögé, aki egy fantasztikus ember, és hát nagyjából azt nem, tehát hogy úgy lehet megtanulni mindent igazából, amikor csinálod. Persze, 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 persze. Úgyhogy kaptam egy hónapot, hogy nagyjából tudjam, hogy mi micsoda, mit kell figyelni, meg hogy. És akkor kaptam egy sorozatot, ami lement, hál' Istennek, nagyobb hiba nélkül, és onnantól kezdve, hogyha több munka van, akkor kapok szóval lehetőséget arra. De nem mint szinkronrendező, tehát én ezt így elhatárolodom még ettől, hanem rendező asszisztens. Tehát sok mindent tudok már, de nem nevezném még a magam így szinkronrendezőre. Tehát ami késik, nem múlik. Meglátjuk. 1987 óta azért nagyot fordult a világ zenében, új előadók jönnek, mennek, és egészen más zenei világban élünk napjainkban. Mennyire tudod ezt követni, vagy mennyire akarod követni, vagy mennyire nem is érdekel, hogy mi történik? De engem nagyon érdekel. Én a mai napig ebbe friss szeretnék maradni. Uh-huh. Érdekel is, meg akarom is. Uh-huh. Úgyhogy talán te, sőt, biztos, hogy hallottad, 2014-ben kezdtük el így tapogatni, hogy merre lehet, és akkor elkészült egy dal, a Mozdulj című felvétel, aminek videóklipje is van.
Az irány az jó volt, csak azt gondolom, hogy talán picit erős lett, kemény, túl kemény, és azóta finomodott. Tehát, hogy azért kicsit visszavettünk akár a hangszerelésből, de hogy én nagyon szeretem a modern és friss dolgokat, nagyon szeretem az új hangszíneket, azokat a hangszereléseket, amiben friss dolgok vannak. Rengeteg olyan külföldi női előadót hallgatok, és nem is inkább a hangjukat, mert az nekem, tehát, hogy van egy hangom, én nem akarok más lenni, mint ami soha nem is ne akartam. Is tehát nem is akartam. De hangszerelésben mindig lehet valamit tanulni, hú, ezt így csinálják, oda még tettek még hátra, valahol ott szól még egy ami nem is vokál, hanem egy énekszólam, tehát, hogy nagyon-nagyon izgi dolgok történnek. Hát, és a technika fejlődik, egyre izgalmasabb dolgokat képes előállítani. És én ezt nagyon szeretném beleépíteni az új dalaimba. Hát legyen sok új dal, ezt kívánom neked, Anita. És nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.